Még tavaly augusztusban az éjszakai órákban Pakson egy férfi követni kezdett egy a munkából hazaigyekvő nőt, akit megpróbált megerőszakolni. Emellett megfenyegette, hogyha sikítani már megöli. A vádlotta földre rántotta és rá akart feküdni a vétlen áldozatra, akinek a hangos kiabálására és ellenállására az erőszaktevő végül megrémült és elindult a pályaudvar felé. A nő ennek hatására megpróbált elmenekülni, amikor a vádlott visszafordult és a sértett táskáját megragadta. A táskában található készpénzből 2000 forintot magához vett, majd azt a pénztárcával együtt egy árokba dobta. A Paksi járásbíróság bűnösnek mondta ki a vádlottat több bűncselekményben is, szexuális erőszak büntettének kísérletében, rablás büntettében és közokiratta visszaélés vétségében is. Ezért halmazati büntetésül a vádlottat 3 év börtönre ítélte és 3 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. A bíróság ítélete nem emelkedett jogerőre, mivel az ellen a vádlott és a védője enyhítés miatt fellebbezést terjesztettek elő. Ezért az ügy a szexádi törvényszéken folytatódik másodfokon.